megerősödtél. Tudod, mire gondolok? Igen, igen, tudom. Gondolom a videóra. Hát, igen, lehet, nem látszik úgy rajtam, hogy annyira erős lennék. Igen, örülök, hogy tényleg fejben talán nem erős volt az az eredményeség. Azt hiszem, hogy megleptél mindenkit, úgy berobbantál ezen az Európa-bajnokságon a válogatottba, és nem csak a támadásokban, hanem védekezésben is olyan teljesítmény nyújtottál, hogy ámultunk, és hát hogyha megnézed a kommenteket, rengetegen írják, hogy te voltál számukra az EB embere a magyar csapatban, és hiányolnak az osztálycsapatban. Köszönöm szépen. Azért azon az All-Star az még egy teljesen egy más színvonal, azért olyan játékosok vannak, akik tényleg majdnem hibátlanul játsszák le ezt az Európa-bajnokságot. Igen, tudtam, hogy nem ismernek sokan, azt reméltem, hogy tényleg így fog sikerülni az első pár meccs. Ugye nagyon fontos volt szerintem, hogy az Izland meccs az így sikerült a csapatnak és nekem is. Azt gondolom, hogy az megalapozta ezt az egész Európa-bajnokságot a csapatnak is, de legfőképp az ugye nekem, mert nekem az volt az első meccsem. Tényleg szívemet, lelkemet kitettem a pályára, szinte minden egyes meccsen majdnem meghaltam, hogy csak nyerjük meg, csak csináljuk meg. Ugye mondtam is már, hogy nekem nem feltétlenül a gólok az elsők, hogy most ennyi meg ennyi gólt ültem, hanem az, hogy nekem az, hogy visszafutásra, amikor labdát tudtam szerezni, az nekem sokkal többet ér, mert azt gondolom, az nem tudás kérdése, az küzdés, és azon az egész csapatban volt. Kell ezt a hirtelen jött népszerűséget kezelni valahogy, vagy azért ez még egy ilyen normál szinten van számodra? Nyilván kell, hirtelen azért nyilván megnőttek akár az interjúk száma, akár az üzenetek száma. Nyilván tudom, hogy mikor nem lesz, nem minden héten lesz Európa-bajnokság sajnos, mert tényleg élmény volt ott lenni. Nyilván le fog ülepedni ez a mindenkiben, ez az eredmény bennem is. Ahogy elmondtam már, hogy az Európa-bajnoksággal csak az Európa-bajnokságra koncentráltunk, most viszont így, hogy vége így a következő feladat, hogy az olimpiai selejtező lesz, tényleg arra kell mostantól fókuszálni. Ha jól tudom, akkor küldtél egy üzenetet még a Norióban az édesapádnak, Imre Gézának, amit a máig pecsben őriz. Te kaptál esetleg tőle? Én is anyád azt mondta, hogy inkább egymással így apa-fia között üzengettetek, ő annyira nem üzen neked ilyeneket. Igen, igen, mi általában nem nagyon szoktunk apával telefonálni, hanem nagyon ritkán, inkább üzenetben váltunk egy-két mondatot, meg ott szoktunk beszélni. Anyával inkább telefonálni szoktunk, ő azt jobban szereti azért. Kaptam, nyilván nagyon büszke volt rám, igazából nem nagyon akart úgy addig gratulálni, ameddig vége nem lett, hisz mondta, hogy mindig a következő feladat, ami abszolút igaz is volt, szóval nyilván gratulált, meg nagyon büszke volt rám, de mindig mondta, hogy még koncentráljak, hogy tartsak ki, hogy meg tudom csinálni ezt a pár meccset, mert azért a végén már azért én is éreztem, hogy nem szeretem ezt a szót, de elfáradtam azért, hogy a lábaimban éreztem, meg fejben is, hogy kicsit lehet, hogy a futás már sok volt, de azt gondolom, hogy tényleg vitt a szívem előre. De nem csak a szurkolók figyelmét keltetett fel, hanem a szakmáét is. Szilágyi Viktor, aki sportigazgatója, mondta, hogy ő azért felírt néhány magyar nevet a noteszbe, és hát ahogy beszélt, ki lehet következtetni, hogy esetleg a tiéd is benne van. Ha a jövőben megkeresnének mondjuk a Bundesligából, akkor szívesen mennél arra felé, Németország felé? Nagyon szeretek a Ferencvárosban lenni, ugye én ott nőttem föl. El is mondtam, hogy Magyarországon nem valószínű, hogy váltanék máshol, viszont külföld mindig is nagy vágyam volt, hogy egyszer kipróbálsam magam, úgyhogy szeretnék egyszer külföldön kézilabdázni, igen. És hogy esett itt a fogadtatás? Számítottatok erre, hogy ilyen hangos lesz? Nem, hogy őszinte legyek egyáltalán, nem csak amikor már hallottam bentről, hogy dobolással, akkor kezdtük el gondolkodni, hogy ezt lehet nekünk fog szólni. Nagyon jó érzés és nagyon fantasztikus dolog, hogy ennyien időt szántak ránk a hétvégén, hogy tényleg, hogy itt legyenek, és tényleg ez egy fantasztikus érzés. Münchenben nagyon sokan kim voltak, ugye, nagyon sokan ki tudtak jönni, tényleg fantasztikus volt, főleg az izlandi meccs, amikor izlandiak is nagyon sokan voltak, 5000-en voltak körülbelül, és a magyaroktól zengett a csárdon. Ugye miután meglett a történelmi siker az 5. hely, utána Csema Rodriguez azt mondta, hogy most nem 5 perc van az ünneplés, hanem ott az egész délután, ott az egész éjszaka, ott kicsit látom is a kezeden a pecsétet, hogy elmentetek egy kicsit megünnepelni ezt a sikert? Igen, azt gondolom, hogy ezt meg kellett ünnepelni, mert ez mégiscsak egy történelmi siker.
mindenki jól érezte magát, igazából hosszúra nyúlt az este, valakinek kicsit rövidebbre, de szerintem mindenki okosan, mértékkel jól érezte magát, úgyhogy tényleg együtt voltunk, jól szórakoztunk, tehát azt gondolom, hogy ez a csapatra jellemző volt, hogy annyira összetartó volt, és ez most is így volt, hogy ezt meg kell ünnepelni. Pont a szlovénokkal találkoztunk egyébként bent a városban. Velük is ilyenkor azért a két csapat között, meg a többi csapat között, akiknek véget ért az Európa-bajnokság, azokkal ilyenkor szokott lenni egy kis közös beszélgetés, mulatozás. Te elkaptunk egy fél mondatot Ligetvári Patriktól, azt mondta a édesanyádnak, hogy vigyáztam a Bencére. Igen, hát mi köztük voltunk azoknak, akik a legvégén jöttek el a buliról. Igen, hát tényleg én azt gondolom, hogy most azért feszültség annyira nem volt benne, vagy nem éreztem így, de azért nyilván egy kicsit jó volt ezt így kiengedni. Azért 11 hónapja szinte össze vagyunk zárva, azért nyilván mindenkinek megterhelő mentálisan, fizikálisan, azt gondolom, hogy tényleg ezt meg kellett ünnepelni.